Vivikém, biztos neked is megvan, meg vannak a Harry Potter filmek, és én emlékszem, hogy gyerekként mennyire rácsodálkoztam, de szerinted te is, amikor ott a festmények hirtelen megmozdulta. Jó, és egy ilyen elképesztő, hihetetlen dolognak tűnt. Hát az a helyzet, hogy ez most már nem tűnik annyira elérhetőnek, a következő elérhetetlennek, ugyanis a következő percekben egy olyan emlék megőrző lehetőséget mutatunk be, mely a mesterséges intelligencia segítségével még az analóg fotókat is életre kelti. Vendünk a témában, Stirnemes Lenke, szia, köszöntünk a stúdióban. Sziasztok, jó estét! Hát azt így elég bizarr kimondani, de igazából ti azt teszitek lehetővé, hogy akár még egy már nem élő nagymama is köszönthesse az unokáit, vagy a gyermekeit a születésnapjukon. Ez mégis milyen technikával történik, és hogyan kell ezt elképzelni? Ez egy mesterséges intelligencia alapú programmal készül, amiben nagyon egyszerűen digitalizálás után feltöltjük a fotót, illetve azt a szöveget, amit szeretnénk, hogy elmondjon az a bizonyos személy, és a program legenerálja ezt az animált kis videót gyakorlatilag. Említettem előbb a Harry Potteres hasonlatot. Ezek az életre keltett animációk mennyire élethűek, hol tart most a technikai fejlődés? Ugye a deepfake videók nagyon sok embert meg tudnak ma már téveszteni, tehát hogy van olyan, ami abszolút becsapja az embert. Az az eszköz, amit mi használunk erre a megelevenítésre, az azért nem 100%-ig tudja visszaadni azt, hogy élethű legyen, de nagyon megközelíti. A hang az egy standard férfi vagy női hang, viszont az animáció az egészen szép. Akár igazából még a szájmozgást is leveszi maga a kép, tehát hogy a szája is ugyanúgy mozog, amit éppen mondatni szeretnénk vele? Így van, a szája is mozog, mimikája is van, a szeme is mozog, akár kisebb mozdulatokat is tud tenni a fej, úgyhogy igen, egész életű. Hogy látod, hogy nagyjából rálátásod van, hogy az elmúlt években hogyan változtak meg a fotó visszanézési szokásaink? Mert ha én visszagondolok a gyerekkorunkra, vagy akár a szüleimre, akkor mindent albumban tettünk, és mondjuk egy-egy évről, egy-egy eseményről egy korlátozott számú fotónk volt. Ezzel ellentétben manapság viszont azt látom tendenciának, hogy kattintgatjuk a telefont, mindenről készítünk, minden eseményről 100 vagy akár 1000 képet, amit aztán soha nem nézünk vissza. Szerintem kisebb az értéke ezeknek a fotók. Én is ezt gondolom róla, hogy ma már nem jelent akkora kuriózumot egy fotó vagy videó, mert egyszerűen nem tudunk ennyi információt feldolgozni és újra megnézni. Nincs rá időnk egyszerűen. Tehát említettem én itt a régi képeket, a klasszikus képeket. Hát ezekkel sajnos az is baj tud lenni, hogy az idő vasfoga viszont bizony sebet ejthet rajtuk. Milyen technológiával lehet ezeknek a régi analóg képeknek a hosszú távon megőrizni, hogy továbbra is épségben maradjanak? Mindenképpen a digitalizálás az útja, hiszen egy digitális fotóval utána már nagyon jól lehet dolgozni, akár kéziretusálással, akár egy AI-os megoldással, mert már nagyon szépen lehet az arcokat élesíteni, felnagyítani a fotókat, színezni akár, tehát... Tényleg, én is hallottam, hogy arra is van lehetőség, hogy fekete-fehér képeket színessé varázsoljunk, ez hogyan igen, lehet ezt megvalósítani? Igazából sok helyen csinálják, meg a történelmi fotókkal is ez történik, mert sokkal élethűbbé tudja tenni azt, amiről igazából csak tanulunk a történelemkönyvekből, és sokkal kézzelfoghatóbbá válik a történelem. Igen, hát itt is kétféle út van, vagy egy nagyon ügyes kezű grafikus színezi ki ezeket a képeket, vagy mesterséges intelligencia segítségével színezzük ki ezeket a képeket. Ezzel a technológiával még azért vannak fejlődési lehetőségek, tehát sokszor van az, hogy az EMI nem ismer fel bizonyos részleteket a képen, összemos különböző ruhákat, vagy bőrfelületeket, és akkor ilyen képhibák lesznek rajta, de hogyha mondjuk ezt utána kézzel javítja egy grafikus, akkor szinte tökéletes fotókat lehet előállítani. Most már nagyon sokat beszélgettünk a fotókról, amiket akár újra lehet színezni, vagy megmozgatni, de van egy úgynevezett digitális emléke is. Ez miről szól? Ez gyakorlatilag egy weboldalt tartalmaz, vagy jelent, egy kis weboldal, ahova akár egy elhunyt hozzátartozó gondozásában felkerülhetnek történetek, fotók, videók az adott személyről, és ehhez van egy NFC csippel ellátott kis porcelán dísz, amit akár a sírhelyre fel lehet tenni, vagy más emlékhelyre, ahol szeretnénk elérhetővé tenni ezt a
kis digitális emlékhelyet. És akkor akár nosztalgiázni is lehet egy-egy emlékhelynél. Így van. Oda megy valaki, megnézi a telefonjával ezt a chipet, és akkor meg tudja nézegetni ezeket a feltöltött anyagokat. Picit visszatérve még a fotókhoz, ugyebár hát mostanában már nem nagyon nyomtatunk ki fotót, nem hívunk elő fotót, csak talán ilyen retro rajongó fiatalok, vagy idősek akár, de egyébként a régi fotóinkat hogyan érdemes tárolni, hogy azok minél időtállóbbak lehessenek? Hogyha digitalizáltuk őket, akkor utána mindenképpen érdemes több adathordozóra menteni, hiszen önmagában egy pendrive vagy egy merevlemez is rendkívül sérülékeny, de hogyha megvan felhőben is, illetve megvan valamilyen adathordozón, akkor ez időtálló lesz. Igen, mert én is eszembe jutott, hogy régen nem tudom, amikor még CD-ket vagy DVD-ket vásároltunk, akkor nagyjából azoknak is volt egy szavatossági ide, egy ilyen 10-15 év, ha esetleg valakinek, mert nekünk is otthon rengeteg emlék, élmény van CD-n vagy akár DVD-n tárolva, mit javasolsz, hogy érdemes esetleg ezt egy felhőbe vagy egy adattárolóra, egy merevlemezre elmenteni? Is elromlik, az a baj. Igazából csak a duplikáció segít a dolgon. És igen, mindenképpen mielőbb érdemes őket átmenteni valami másik adathordozóra, hiszen a CD-k, DVD-k idővel bemattulnak, illetve karcolódnak, és előbb-utóbb nem lehet megnézni a rajta tárolt fotókat. Meg igazából már nem lesz mi megnézni, mert hát minden ilyen kifut a DVD-re. Igen, de én nem mondom ők, hogy ezután a beszélgetés után a hazamegyek, akkor biztos előkotoljuk a régi CD-ket, DVD-ket, és átnézzük, és vagy esetlegesen elviszük hozzátok. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Köszönjük szépen! Sziasztok!